Ülést tartott múlt héten Pápaváros képviselőtestülete. A programon többek között módosították a 2018. évi költségvetésről szóló rendeletet, beszámolót fogadtak el az idei év első fél évének gazdálkodásáról, és tárgyaltak a belváros közlekedési rendjével kapcsolatban is. Az ülésen a képviselők meghallgatták Kaló Judit műemlékvédelmi szakmérnök beszámolóját is a kastélykerítés rekonstrukciójával kapcsolatban. A program elején elfogadta a testület a 2018-as év első fél évének gazdálkodásáról szóló beszámolót. A féléves beszámoló az mindig egy pillanatképet ad a költségvetési folyamatoknak az állásáról, és jó volt azt látni a beszámolóban, hogy azok a költségvetési folyamatok váltak valóra, amiket a tervezéskor figyelembe vettünk, amikkel számoltunk, és így biztosan tudjuk állítani azt, hogy a város költségvetését év végéig teljesíteni tudjuk. Jól alakulnak a bevételeink, és a tervezetnek megfelelően a kiadásaink is. Sőt, a bevételeink olyan mértékben alakulnak jól, hogy a költségvetési rendelet módosításakor további forrásokat tudtunk beruházásokhoz rendelni, hát részben 2018. évben, részben pedig a 2019. esztendőre. A 2018. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletet is módosították az ülésen. A napirend tárgyalása során éles vita bontakozott ki a kastélykerítés felújításával kapcsolatban. Dr. Áldozó Tamás visszautasította azokat a negatív tartalmú megnyilatkozásokat, melyeket az ellenzék oldaláról lehet tapasztalni az internetes felületeken. Adott egy önkormányzati képviselő Süle Zsolt, akinek minden lehetősége megvan arra, hogy ezeknek a beruházásoknak a részleteiről tájékozódjon. Minden lehetősége megvan arra, hogy tudjon arról, ami az egyes szerződésekben van, akár ajánlatkérésekben van, amit egy beruházás bonyolításánál ismerni lehet. Süle Zsolt naponta 4 órát dolgozik. Hogyha már naponta 4 órát dolgozik, a pápaiak általában 8-at vagy annál többet szoktak, és érezni a felelősséget, vagy meg akarna dolgozni legalább a tiszteletdíjért, amit a várostól kap, és meg akarna felelni a képviselői esküjének, akkor körülnézne maga körül a világba, elolvasna ezeket a dokumentumokat. És ha elolvasna ezeket a dokumentumokat, akkor megnyugtató válaszokat tudna adni álságos kérdések helyett, amiket a saját maga által moderált oldalakon föltesz, és utána abban gyönyörködik, ahogy erre az uszításra ott örjöngenek az ő követői. És ebben egyébként az a szörnyű, csak nem gondolnak bele azok, akik ott minősíthetetlen módon megnyilvánulnak, hiszen itt van minden cigányozás, okosztás, minősíthetetlen megszólalások. Nem gondolnak bele, hogy Süle Zsolt egyébként őket csapja be a leginkább. Hiszen olyan helyzetet teremt, ahol elhallgatások vannak, titkolózások vannak, ahol valamiféle furcsa titkok vannak a háttérben, holott ő lenne hivatott arra, hogy ezeket eloszlassa. Én ezt a fajta kommunikációt következetesen visszautasítom, és én azt szeretném, hogyha egyenesen, világos kérdésekre, világos válaszokkal működne a helyi közélet. Én annak örülnék leginkább, hogyha Süle Zsolt a felelősségét áttérezve közösen dolgoznának a városnak a sikereiért. Mert ő azt nem hajlandó megérteni, és azok, akik őt követik, vagy én nem tudom, hogy mit tesznek pontosan, hogy attól, hogy a városnak jobb, nekik nem lesz rosszabb. Ennek a városnak a részei, ők is egy megváltozott, jobb életminőséget kínálni tudó városnak a polgárai lesznek ezentúl is. Módosították az ülésen a belváros közlekedéséről szóló rendeletet, mely szerint bevonták a Jókai utcát a 30 km/h övezetbe, és döntöttek arról is, hogy a Jókai utca teljes hosszában parkolási díjat kell fizetni az autósoknak. A sebességkorlátozást elsősorban az indokolja, hogy ez egy intézményekkel, üzletekkel rendkívül zsúfolt területe a városnak. Gyakorlatilag napközben 50 km-es sebességgel lehetetlen végighajtani ezen a szakaszon. Aki ma arrafele közlekedik, a 30-as átlagnál többet nem ér el, tehát azt gondolom, hogy a való világot, világhoz igazítottuk a szabályozást. Elhangzott a képviselőtestület ülésen, hogy nem tölti be azt a funkciót az út, hogy fölgyorsítsa a forgalmat. Szerintem ennek az útnak nem célja az, hogy fölgyorsítsa a forgalmat. Ennek az útnak az a feladata, az a funkciója, hogy az üzleteket, a lakóházakat, az intézményeket kiszolgálja. A városnak egyébként vannak olyan belső elkerülő útjai, amin a nagy forgalom más irányba is el tud menni.
ami pedig a parkolási díj bevezetését illeti. Egyrészt a város nagyon sokat költött arra, hogy korrekt, jó minőségű parkolók alakuljanak ki ezen a területen. Ezek a parkolók az ott működő intézményeket és üzleteket szolgálják. Ahhoz, hogy ezt szolgálni tudják, arra is szükség van, hogy legyen egy olyan ösztönző, ami forgatja ott a gépjárműveket. Magyarán nem forduljon az elő, hogy akár egy üzlet tulajdonosa, vagy egy üzletet működtető vállalkozó reggel beáll a bolt elé, aztán este pedig onnan elmegy, illetve előfordulhat, hogyha ezért fizet. Mi fontosabbnak tartjuk azt, hogy a vásárlók, a szolgáltatást igénybe venni szándékozók mindig találjanak üres helyet, és el tudják intézni a dolgukat ezen a szakaszon is. Az ülésen megszavazták a képviselők az új helyi tanulmányi támogatási rendszert is. A helyi tanulmányi támogatási rendszerről szól előterjesztés, mert az előző ülésen is tárgyaltuk, de akkor több olyan észrevétel érkezett képviselő társainktól, ami miatt azt gondoltuk, hogy ezt érdemes átgondolva még egyszer visszahozni. Eddig két szempontot vett figyelembe a tanulmányi támogatási rendszerünk. A felsőoktatásba tanuló pápai hallgatók támogatásáról beszélünk. Az egyik a tanulmány eredmény volt, a másik pedig a szociális helyzet. A képviselőtestület úgy döntött, hogy a tanulmányi eredményt, mint szempontot eltörli ebből a pályázati kiírásból, és szociális alapon fogja folyósítani a támogatásokat a pápai egyetemisták számára. Változtattunk a támogatás mértékén is. Nagyon régen döntöttünk már arról, hogy a korábbi nagyságrend legyen hatályban, és lényegesen megemeltük ezeket a támogatási összegeket. Azt gondoljuk, hogy az, aki ebbe a támogatási rendszerbe be tud kerülni, az komoly segítséget fog kapni a tanulmányai végzéséhez, befejezéséhez az önkormányzattól. Nem kötjük feltételhez a támogatást, tehát nem írjuk elő azt, hogy vissza kell jönni pápára, vagy ha valaki nem jön vissza, akkor vissza kell fizetni a támogatást. Mi azt gondoljuk, hogy nagyon sokféle élethelyzet van. Nagyon örülünk annak, hogyha a fiataljaink visszajönnek, de azt gondolom, hogy nem büntethetjük őket akkor, hogyha az ő életük más fordulatot vesz, külföldön tanulnak, házasságot kötnek, és emiatt más településre mennek azzal, hogy visszakérjük tőlük azt a pénzt, amit a pápaiaktól kaptak. Részdöntést hozott a testület a Pápai Ipari Park Kft. És a Pápai Városfejlesztési Társaság Kft. Összeolvadásával kapcsolatban. Újabb pályázatot nyújt be az önkormányzat a városi sportcsarnok megújításával kapcsolatban is. Korábban sikeresen pályáztunk a Magyar Kézilabda Szövetségnél a városi sportcsarnok megújítására. 70 millió forintot nyertünk el, 30 millió forintos önrész mellett. Igazából nem a pénzt nyerjük el, hanem a vállalkozó, hogy fog lejönni a Magyar Kézilabda Szövetséggel szerződésben, és a munkát fogja elvégezni a csarnokban. Ugyanakkor biztatást kaptunk arra, hogy újabb pályázatot nyújtsunk be hasonló feltételekkel, és ott is eredményesen szerepelhetünk, ezért ezt most tegnap megtettük. Hogyha ez is sikeres lenne, akkor elmondhatnánk azt, hogy a városi sportcsarnokra csak a Kézilabda Szövetséggel való együttműködésbe 200 millió forintot, a Európai Uniós forrásokból pedig további 10 milliókat tudunk elkölteni. 20 év után gyakorlatilag egyfajta rekonstrukciója valósulna meg a városi sportcsarnokra, aminek már éppen ideje volt. Döntöttek arról is, hogy az Ovi Sport Alapítványhoz is pályázatot ad be a város az óvodai sportinfrastruktúra fejlesztése céljából. Szeptember utolsó péntekén ragyogó napsütésben zajlott a heti vásár. A zöldség és gyümölcsárusok a főtéren, a ruhakereskedők még a régi helyükön várták a vásárlókat. Október 2-án kedden azonban már valamennyi árus a főtéren kínálta portékáját a hideg őszi időben. Az első teljes főtéri piacnap nem volt túl sikeres, hiszen a rossz idő sok kereskedőt távol tartott, jó időben azonban meg fogják tölteni a teret. Erre utal, hogy az 55 kocsi mellett 171 sátorra lesz szükség. Soha ekkora piac még nem volt a főtéren, szerencsénk volt az időjárással. Az első piac kivételével végig esett az eső, ragyogó őszi napsütés volt, folyamatosan külön kell bontani ugye a keddi és a pénteki piacnapokat. Hát azt mondom, hogy emelkedett a piachozóknak a száma, ma is az összes kocsi kinn van. Úgy tudtuk biztosítani az elárusító helyet, hogy a virágosok azok kocsikat nem kaptak, az állványokon, illetve földönről árulnak. Múlt pénteken így nyilatkozott a főtéri zöldség és gyümölcspiacról a városgondnokság igazgatója. Nem csak portékából és vásárlóból volt sok, látványos és hangulatos volt a főtér. Ekkor már a ruhapiac felköltözésének utolsó kérdéseit tisztázták, hiszen október 1-től ők is itt árusítanak. A sátraknak egy része elkészült, egy része nem, a város vezetésével
arra döntésre jutottunk, hogy addig a saját mobiliákkal jöhetnek fel a főtérre, amíg az összes sátor el nem készül, és akkor nyeri el majd az egységes képét a piac. Igazából ez olyan egy hónap lesz, amire minden sátor elkészül. Mekkora mennyiségű sátrat kell készíteni, hogy nem tudott elkészülni ennyi idő alatt? Nagy mennyiség, 171 sátorról van szó. A sátorhoz fel kell használniuk 2270 méter ponyvát, ami 1,60 széles anyagból ki lehet számolni, hogy hány négyzetméter, illetve körülbelül 10 tonna vas kerül felhasználásra, ami a vázaknak, a szerkezetnek a megépítéséhez szükséges. Igazából ahogyan jelezték a piacosok, hogy sátrat igényelnek, 40-nel indult, akkor leadtuk a 40-re a megrendelést, utána 70 lett, akkor újabb 30-ra, utána 80, utána akkor megint plusz 10-re, és akkor jött ez a 167, majd a legutolsó pillanatban ez 171-re ment fel. Tehát itt igazából ez a, ahogyan leadtuk a rendelést, úgy egyre nehezebb helyzetbe került a kivitelező. Nem a vasakkal van a probléma, azok megvannak, a textiliával van probléma, ez egy lengyel gyár csinálja. Addig eljutottak, hogy a nagykereskedőktől visszavonták Közép-Európába ezt a szövetmintát, de hát ez sem lett elég, gyártásba kellett tenni. Több mint egy kilométer, majdnem másfél kilométer gyártásba kellett tenni. 14-ére ígérték, hogy arra itt lesz Magyarországon a kelme, és akkor nekiállnak varni, azt mondták, hogy körülbelül 10-12 nap elég ahhoz, hogy megvarják a szükséges ponyva mennyiséget. Kicsivel nagyobb lett volna az együttműködési készség a vásározók részéről, míg augusztus végén akkor jóval előbbre tartanák ebbe a történetben is, de fájtlat rá, felejtsük el azt, hogy mi történt akkor. Én úgy látom, hogy a város nagyon sokat áldoz arra, hogy itt egységes megjelenésbe, egy jó minőségű környezetbe tudjon működni a piac. Egyébként ez, hogy sokat áldoz rá, ez azt jelenti, hogy közel 50 millió forintba kerül. Ha nagyon akarjuk, akkor ezt a piaci beruházás projektköltségehez is hozzá számíthatjuk, hiszen annak a területnek a kiváltásának az árát jelenti, de én nekem meggyőződésem, hogy ez jó helyre kerül, és az is, hogy ez hasznosulni fog. Annak ellenére, hogy az egységes sátrakra még várni kell, az októberi teljes főtéri piacról nem mondott le a város, és mindenki nagy várakozással tekintett a keddi vásárnap elé. Az egy érdekes kihívás lesz. Gondolom sokan látták már a régi képeket a pápai főtérről, amikor itt még vásár volt. Ugye valamikor az 50-es évek végéig volt ez így. A Facebookon is nagyon sokan osztogattak meg ilyeneket. Valahol az a világ fog majd visszaköszönni, és én azt remélem, hogy ez nem csak a nosztalgia szempontjából fog majd sokat jelenteni, hanem a vásárlóknak és a vásározóknak is sokat hoz majd. 171 sátor hol fog elférni a főtéren? Mi lesz az elrendezés? Igazából azt kell mondani, hogy mindenhol. A főutcán a polgármesteri hivatal kapujától, illetve a szembe oldalon a Türk gimnázium sarkától le egészen a plébánia soron le a kereszteződésig, annak végéig. 3,5 sor lesz a templom mögött, egy utcát nyitunk a templom előtt, ami egészen a színpadig elmegy, ott egy kicsit szélesebb, ott két utcára nyílik, illetve itt a kisfák mellett is, amennyiben szükséges és nem férünk el, akkor itt is kénytelenek vagyunk helyeket kimérni, bár ennek a nagyobb járművekkel való megközelítése eléggé kérdéses. Akkor még mindig csak a zöldséggyümölcsösökről, az iparcik ruhásokról beszélünk, de ugye hamarosan itt van például a koszorú szezon, velük mi lesz? Hát az volt az első szándékunk, amikor még így kisebb mennyiségű sátor számra volt igény, hogy a főtérrel lesz a koszorú árusítás, ez lehetetlen ebben a helyzetben, így a Bajvivó téren, tehát a buszpályaudvarral ellenoldalon a két parkoló között lesz a kijelölt helye a koszorú árusoknak. A pénteki sajtótájékoztató után a tényleges helykiosztás is lezajlott, így kedre már mindenki tudta, hogy hol árusíthat. Kaptak egy írásos tájékoztatót, az, hogy mit várunk el, és milyen feltételek mellett lehet feljönni, árusítani a főtérre, ebbe a forgalmi rend, hogy olajfoltokat ne hagyjanak a járművek, mitől meddig lehet, hogy parkolhatnak. Tehát ebben inkább ilyen praktikus tanácsok voltak. Ezen kívül kapottak piactérképet, ahol már eleve mindenki gondolkodhatott, hogy a főtér melyik részén kívánja elhelyezni a sátrát.
pénteken lehetett befizetni a díjakat, csak azokkal tárgyaltunk, akik éves, fél éves vagy havi bérletet vásároltak. Ők 10 és dél között fizethették be, és déltől történt a kiosztása a területeknek, ami úgy történt, hogy sorszámot húztak először az éves bérlettel rendelkezők, ők kiválasztották a helyeket, utána a fél éves bérlettel rendelkezők húztak sorszámot, ők is kiválasztották, a végén a havi bérletesek, illetve hát így maradt egy pár hely, ahova napi jegyesek jönnek, illetve voltak olyanok, akik jelezték, hogy nem fognak tudni itt lenni ezen a pénteki napon, ők elfogadják ezt a helyet, ami éppen marad a számukra. Hogy aztán kedden mégiscsak foghíjas képet mutattak az árusító sátrak, az a rossz és bizonytalan időjárásnak volt köszönhető. Az első nap tapasztalat az ugyanaz, mint amikor egy hónappal ezelőtt a zöldség és virágpiac jött fel, nagyon rossz idő várta reggel a piacozókat. Reggel nagyon sokan itt voltak, mindenki jött a kis furgonjával, és itt tanakodtak meg, nézegették mobiltelefonon az applikációkat, hogy lesz eső, nem lesz eső, milyen idő várható. Aztán jó páran úgy döntöttek, hogy elmennek haza, mert igazából nem piacozós idő van ma. Mennyien maradtak? 15 árus van az iparcikk és a ruhapiacon, a zöldséges és virágpiacon pedig 26 kocsi került kiadásra. Ez egyébként nem volt meglepő a piac üzemeltető számára, hiszen a ruhásoknak csak töredéke volt jelen rossz időben a régi piac téren is. Ezt erősítette meg Gulyás Péter kereskedő, aki a hideg ellenére is kipakolta portékáját. 15 éve vagyok a pápa, pont tegnap volt 15 éve, és egyébként, amit látható, zoknit, meg alsónadrágot forgalmazok javarészt. Tehát ez a fő profilom. És akkor ez tulajdonképpen az ön munkája is, ebből él? Pontosan. Ez azt is jelenti akkor, hogy mindig itt van. Így van. Kedden, pénteken, ezen a helyen. Nem ezen, ott lent, de most már mostantól itt leszek. Milyen az első nap? Nem túl jó az idő, nem igazán a piacozásra olyan, van. Igen, a vásárlókedv is pont olyan, mint amilyen az időjárás. Ez mit jelent? Hát borús. Borús, szürke. Milyen volt a reggeli beköltözés? Hogy tapasztalta, mennyire mentek rendben a dolgok? Hogy fértek el egymás mellett a járművek, az árusok? Mennyire voltak tekintettel egymásra? Szerintem rugalmasan ment. Tehát összetűzés nem volt már, ez egy jó jel. Milyen elvárásai vannak az új helyszínnel kapcsolatban? Nincsenek elvárásaim. És akkor nem csalódok. De természetesen pozitívan állok hozzá, szeretném, ha bejönne. A pénteki vásárnap már valószínűleg jobb időben, és ezáltal több árussal zajlik. Az időjárási előrejelzés legalábbis ezt sugallja. S bár a tél még odébb van, a polgármestertől azt is megtudtuk, hogy a klasszikus karácsonyi főtéri programoknak is megvan már a helye. Az adventi vásár mi szeretnénk, hogyha lenne, és szeretnénk azt is, hogyha adventi programok tudnának a főtéren majd lenni. És nyilván azt is kínáljuk a lehetőséget majd, hogyha már úgyis van adventi vásár is van, péntek, szombat, vasárnapi program, akkor vásározók közül is, aki akarja, tartson nyitva, jöjjön föl szintén. A jégpálya valóban nem fog működni itt a főtéren. A tegnap a képviselőtestület úgy döntött, hogy biztosítja a forrásokat arra, hogy a 2018-19. Évi szezonban a jégpálya Kastély udvarában működjön. Ez egy másik helyszín lesz. Szerintem egy nagyon jó, egy érdekes helyszín lesz. Kíváncsian várjuk majd, hogyan fogadják a pápaiak az ottani lehetőséget. Addig azonban még sok-sok keddi és pénteki piacnap lesz az árusok és vásárlók számára, s a városvezetés bízik abban, hogy ezek a kereskedők és a pápaiak elégedettségére sikeresen zajlanak. Pénteken megalakult Pápán a Mi Hazánk Mozgalom pápa környéki szervezete. Ezt követően lakossági fórumra hívták a tagságot, illetve az érdeklődőket, szimpatizánsokat. Az új párt megyei elnöke Ferenci Gábor, pápa környéki vezetője pedig Orbán Imre lett. A lakossági fórumnak vendége is volt, a párt alapítója és országos elnöke. A Mi Hazánk Mozgalom pápa környéki szervezete 6 fővel alakult meg, a szervezet elnöke a Jobbikból kilépett Orbán Imre lett. A pápa környéki szervezet Veszprém megye 6. Mi Hazánk Mozgalma szervezete. Az első szervezetünk az Devecserbe, majd Ajkán, Tapolcán, Sümegen és Veszprémbe alakult. Hát ami értékvesztés és nemzetvesztés a Jobbikon belül történt, azt próbáljuk mi a mi kis eszközeinkkel, meg a mi kis céljainkkal korrigálni, helyrevinni, visszaszeretnénk térni azokhoz a
gyökerekhez, azokhoz az elvekhez, amit annak idején a Jobbik Magyarországi Mozgalom, Magyarország egyetlen nemzeti radikális pártja képviselt. Ugye ma már ezt nem képviselik, mi ezt szeretnénk képviselni, és egy nem megalkuvó politikát szeretnénk folytatni, értékelő politizálást szeretnénk folytatni, ami abban csúcsosodik ki, hogy mi támogatunk olyan kezdeményezéseket is, melyeket esetleg a kormánypárt vagy más ellenzéki pártok tesznek, tehát nem utasítjuk el, mint ahogy most az ellenzéki pártok ezt teszik. Hogyan alakul a kapcsolat a Jobbikkal? Hát ez egy jó kérdés egyébként. A Jobbik az elmúlt időszakban meghatározta, hogy melyek azok a pártok, amelyekkel együtt szeretne dolgozni. Már Vona Gábor a választási kampány idején kijelentette, hogy amennyiben a Jobbik kormányzati tényező lesz, akkor az LMP-vel és a Momentummal kíván koalíciót kötni. Ugye ebből nem lett semmi, a Momentum be sem került a parlamentben. Én ahogy látom, a Jobbiknak a mai elnökös Schneider Tamás is ezt az irányvonalat követi. Ez a mi részünkről egyébként nem követhető út. Mi ugyanúgy a Jobbikot is politikai ellenfélnek tekintjük, mind országos, mind megyei, mind pedig helyi szinten, mind az összes többi parlamenti pártot. Úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy kormányt lehessen váltani, ahhoz le kell váltani azt az értékvesztett, hitevesztett és elamortizálódott ellenzéket, ami van jelen pillanatban Magyarországon, egy hiteles ellenzéki párt, és ez a hiteles ellenzéki párt hiszem, hogy a mi hazánk mozgalom. A következő választás az Európa Parlamenti választás lesz. Ott nyilvánvaló, hogy a párt el fog ezen indulni, és szeretne listát állítani, majd utána pedig szeretne képviselőt jutatni az Európai Parlamentbe, ahol a Nemzetek Európája motivumot szeretné a parlamentben megjeleníteni. Utána lesz, ha úgy tudom, hogy jövő ősszel önkormányzati választás, amelyben a párt helyi szinten és a megyei szinten is olyan erős lesz, nyilvánvalóan el fog indulni majd a választásokon. A lakossági fórumra ellátogatott a Mi Hazánk Mozgalom alapítója és országos elnöke Torockai László is, aki az újonnan alakult pártról beszélt a jelenlévőknek. Minket tulajdonképpen az hívott életre, hogy a Jobbik letért arról az eredeti útról, ahonnan annak idején elindultunk. És egy folyamat volt, hiszen először csak platformként szerveződtünk, aztán utána már önálló politikai erőként határoztuk meg magunkat, és a bejegyzésünk az tulajdonképpen néhány héttel ezelőtt történt csak meg, illetve néhány héttel ezelőtt került a kezünkbe a jogerős bejegyzési határozat. És ez egy tényleg egy olyan alulról építkező mozgalom, amelynek folyamatosan gyarapodik a taglétszáma, és most éppen a Veszprém megyeiekkel fogok itt találkozni. Büszkén mondhatom azt, hogy az ország minden megyéjében most már létrejöttek a tagszervezeteink. Ahogy ezt nagyon sokan láthatták, a Jobbikon belül próbáltunk egy olyan tisztulási folyamatot végigvinni, aminek a tulajdonképpen a kicsúcsosodása az a választási vereség után lett bárki számára látható, de hát ez már hónapok óta, tulajdonképpen 2017 óta ez zajlott a párton belül. Próbáltuk házon belül tartani azokat a konfliktusokat, amelyek főként Vona Gábor, illetve közöttem zajlottak az elnökségben. És hát maga a párt szervezés az pedig a mostani hónapokban zajlik. Szeretnénk, hogyha lenne egy olyan nemzeti alternatíva, amely valóban a magyar emberekről és a magyar emberek valós problémájáról fog majd szólni, beszélni. Orbán Imrétől megtudtuk, a megalakult helyi szervezet tagságának 90%-a Jobbik tag volt, de főleg megyei szinten a szimpatizánsok közül is többen beléptek a Mi Hazánk Mozgalomba. Magyarország kormánya 2015 végén elindította a digitális jólét programot, melynek célja, hogy az ország minden polgára és vállalkozása a digitalizáció nyertesei közé kerülhessen. Ennek keretében digitális jólét programpontokat alakítottak ki, melyek közt ott van a Jókai Mórvárosi Könyvtár is. Az országos hálózatban pályázatok is segítik a digitális kompetenciák fejlesztését, a Városi Könyvtár is sikerrel indult a programban, így információs, kommunikációs eszközökkel gazdagodott az intézmény. A Jókai Mórvárosi Könyvtár már az E-Magyarország programhoz is csatlakozott 2003-ban. Eszközöket vásároltak, tanfolyamokat tartottak, mondta dr. Herman István igazgató. Aztán a digitális jólét programban szellemiségükben és külsőségeikben is megújultak ezek a pontok.
Változott az idő, változott a világ, olyan technikai újdonságok jelentek meg, amelyek a 90-es években még a képzeletemben se nagyon éltek, ma viszont a mindennapok valósága, az okos órától, az okos telefonon, a tableten keresztül, a laptopot nem mondom, mert az már akkor is volt, és ezeknek az eszközöknek a használatába rendkívüli mértékben jeleskednek azok a nyugdíjas hölgyek, urak, akik hozzánk járnak a Mónika által vezetett tanfolyamokra. Tulajdonképpen két motiváló tényező van, egyrészt, hogy a négy fal közé ne legyenek bezárva, a másik, hogy az unokákkal megfelelő módon, technikával gyorsan, egyszerűen tudják tartani a kapcsolatot. Mónika viszont korlátlan türelemmel, segítőkészséggel, a nyugdíjasaink pedig tudásszomjjal rendelkeznek, és az eredmény az, hogy előbb-utóbb többen visszajárnak hozzánk, részint nálunk a wifi-t vagy a számítógépeket használják, részint pedig odahaza Mónikától néha tanácsot kérve vásárolnak számítógépeket, és meg tudják oldani a digitalizációs problémáikat. A Digitális Jólét Koordinációs Központ a szervezője a kompetenciafejlesztésnek. Annak felelőse, hogy a digitális átalakulásnak ne legyenek vesztesei, mondta Tótné File Edina, a Digitális Jólét.hu hálózat regionális mentora. 2017 nyarán döntöttek úgy, hogy a Neumann közhasznú non-profit Kft. Fogja koordinálni a korábbi Magyarország pontok rendszerét. Megújult arculattal digitális jólét programpontokat hozunk létre, és tartjuk egységben. És erre a célra 2017 őszén létrehozták a digitális jólét koordinációs központot, akinek azon a feladatán túl, hogy koordinálja ezt a hálózatot, kutatási, illetve módszertani feladatai is vannak, összegyűjt különböző kompetenciafejlesztő modelleket, szakmai anyagokat dolgoz ki, és ezzel segíti a pontokon dolgozóknak a munkáját. Kommunikációs tevékenység még a feladata, országos szintű megjelenést biztosít a digitális jólét program bemutatására. A digitalizáció gyakorlatilag áthatja a hétköznapokat, mind a magánéletben, mind a vállalati kultúrában, az egész nemzetgazdaságban. És miért nagyon fontos, hogy a digitalizációval foglalkozzunk emberközpontú módon? Hát azért, mert mi emberek vagyunk azok, akik ezeket az eszközöket, technikákat használjuk, használnunk kell. Gyakorlatilag nincs más választási lehetőségünk. Ezért tartom nagyon fontosnak, hogy a digitális jólét program céljaként azt tűzte ki, hogy Magyarország minden polgára és minden vállalkozása nyertesként kerüljön ki ebből a játékból, tehát élvezze ennek a digitalizációnak a hatásait. A könyvtárak ideális digitális jólét programpontok, hangzott el a sajtótájékoztatón. A könyvtárak ugyanúgy, ahogy a Jókai Mórvárosi Könyvtár is, jelentős szerepet töltenek be a kultúra elsajátításában, a tudás elmélyítésében, és külön öröm számomra, hogy megragadták ezt a lehetőséget, és a digitalizáció iránti éhségét látogatóiknak is szintén fogják tudni csökkenteni, ahogy tették a korábbi években is, most megújult eszközparkkal. A Pápai Digitális Jólétpont mentora Polovicerné Antal Mónika. Mint mondta, 2017 őszén jelent meg egy GINOP pályázat, mely a közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztését tűzte ki célul. A Jókai Mórvárosi Könyvtár sikeresen vett ezen részt, ennek köszönhetően a Digitális Jólét Program hálózati pontja lett. Mint Digitális Jólét Pont folytathatjuk munkánkat. A pályázat az informatikai eszközök fejlesztésével is járt. 3 darab laptopot, 2 darab tabletet, 2 darab okostelefont, 1 darab projektort, 1 darab multifunkciós eszközt. Ez mellett beltéri wifi felszerelését biztosította a pályázat, illetve lehetőségük nyílott egy kültéri wifi felszerelésére is. Mivel itt az előadóteremben biztosított volt eddig is a könyvtárban a wifi szolgáltatás, ezért a pályázatból létrejött beltéri wifi-t a gyerekkönyvtári részre szereltettük fel, ami a felnőtt olvasóig teljesen kinyúlik, illetve mivel az udvarunkon nem volt még wifi, ezért a külső wifi-t pedig oda kértük felszerelni. Vagyis most már azt mondhatnám, hogy a könyvtárnak majdnem 100%-a
wifivel lefedett. Ezek az eszközök nélkülözhetetlenek az elkövetkezendő időszakban tervezett kiscsoportos informatikai előadásokhoz és a számítógép, okos eszköz és internet használati gyakorlati foglalkozásokhoz. Polovicerné Antal Mónika elmondta, most elsősorban a 65 év felettieknek szerveznek kiscsoportos foglalkozásokat. A Magyar Közút Nonprofit ZRT első alkalommal szervezett nyílt napot. Szeptember 22-én megyénként egy-egy mérnökség kapuit nyitották meg az érdeklődők előtt, hogy megismerkedhessenek a közutasok munkájával, munkagépeivel. Veszprém megyében a pápai mérnökség fogadta a látogatókat, s a rossz idő ellenére sok család élt a lehetőséggel. Esős, szeles, hideg idő köszöntött a Magyar Közút Nonprofit ZRT első országos nyílt napjára, melynek keretében a pápai mérnökség is várta a látogatókat a külsőgyőri úti telephelyen. A tavalyi évben a Dunakeszi mérnökségen nyitottuk meg elsőként kapuinkat a nagy közönség előtt, ahol szeretettel vártunk minden közutas, illetve nem közutas érdeklődőt. Ez a tavalyi évben nagy sikert aratott, ezért társaságunk ezen a sikeren felbuzdulva, hagyományteremtő szándékkal országos szinten megrendezte ezt a rendezvényt. A közel 6300 dolgozót foglalkoztató, 32000 kilométernyi országos közutat fenntartó és üzemeltető vállalat célja az volt, hogy a gyermekeken keresztül ismertesse meg a családokat a közutasok munkájával, eszközparkjával. Azért, hogy jobban megismerjék a Magyar Közút vállalatunknak a tevékenységét, eszközáit, nyíltabbá, közelebb hozzuk a gyerekeknek is a gépáinkat, eszközáinkat, és főleg a kicsikre, a gyerekekre koncentrálva szerveztük meg az egész napnak a hangulatát. Ez azt jelenti, hogy akkor itt a mai napon ezekben a nagy munkagépekbe be is ülhetnek a gyerekek? Igen, kontrolláltan, de beülhetnek a gyerekek, hadd ismerjék, hadd lássák azt, hogy milyenek ezek a titokzatos nagy sárga gépek. Azért, hogyha a Magyar Közút munkáját, tevékenységi körét nézzük, akkor meg kell állapítanunk, hogy amikor ők dolgoznak, akkor valamennyire ezek a munkafolyamatok akadályozzák a forgalmat. Mit mondanak a munkatársak, hogy hogyan viselik ezt, amikor türelmetlenek az autósok, amikor nincsenek tekintettel arra, hogy önök épp az utak jó minőségért dolgoznak, hogy viselik? Hát ezek a munkafolyamatok, a közúton végzett munkáink, azért vannak, hogy a közútnak a hibáit kijavítsuk, elhárítsuk, illetve a téli útüzem esetén ugye folyamatosan kint az úthálózatnak az időjárás okozta kedvezőtlen hatásait mérsékeljük, illetve megszüntessük. Megértőek a járművezetők a tapasztalataik szerint? Szoszó, de úgy veszük észre, hogy ha alkalmilag esetleg türelmetlenek is, de nagy részt megértőek a járművezetők. Hozzájárulhat ez az országos program sorozat, amit hagyománya szeretnének tenni ahhoz, hogy a Magyar Közút munkavégzését, tevékenységét jobban elfogadtassák az állampolgárokkal? Az egész rendezvénynek is ez volt a célja, tehát hogy ilyen még nem volt, hogy mi megnyitottuk a kapuinkat a nyilvánosság előtt, és igazából betekintést nyerhettek az ide látogató szülők, illetve gyerekek a közutas mindennapjainkba, és ezzel az a célunk, hogy megismertessük velük, illetve megkedveltessük velük a közutas életet. A rossz idő ellenére sok család volt kíváncsi a programra, főként kisgyermekesek jöttek, s a kicsik nagyon élvezték, hogy be lehet ülni a hatalmas járművekbe, de az apukák is érdeklődéssel figyelték a munkagépeket, az anyukák pedig türelmes megértéssel nézték családtagjaik lelkesedését. Meglepett, várakozáson felül teljesítettek itt az ide látogató gyerekek, mert már ki 10 órakor kezdődött a nyílt nap, és már 9 óra 50-kor 15-20 gyermek várt az ajtóba, hogy bejöhessen, úgyhogy ez egy pozitív visszaigazolás számunkra, és élvezik. Van egy ilyen kombinált sószórónk, ami egy ekével sószóró berendezéssel van felszerelve, így hogy direkt csak a mai napra felszereltük, valamint van kiállítva egy rakodógépünk, egy fükaszánk, tehát egy traktoros fükaszánk, valamint az unimogunk, amin szintén egy jelenlegi munkáink igazából az árok mellett, illetve az útmenti növényzet gondozása, illetve takarítása, és emiatt ilyen gépekkel vagyunk most felszerelve.
Készítettek egy kresszparkot is? Így van, egy mini kresszparkkal próbáltunk a gyerekeknek kedveskedni. Itt egy munkaterületet szimbolizálunk, ahol egy úthenger van kiállítva, valamint jelzőlámpákkal, illetve egy gyalogátkelőjét festettünk fel csak a gyerekek kedvére mai napra. A munkagépekben nem csak beülhettek a gyermekek, de kezelőjük felügyeletével irányíthatták is az eszközöket, így még izgalmasabb kaland volt számukra a rendezvény. Miért jöttek el a Magyar Közút nyílt napjára? Hát a kisgyereket nagyon érdeklik a járművek, úgyhogy leginkább ezért. És anyát is érdeklik egyébként? Hát kevésbé, de mivel fiúgyerek és anya vagyok, így ezért kihozom. Piciny még a gyermek, mennyi idős? 2,5. Melyek azok a gépek, amikbe beengedték ezt a kis embert a közút dolgozói? Eddig még csak ebbe voltunk, de szerintem bármelyikbe. És tetszik a kicsinek, hogy látja? Igen, nagyon szereti. Nimrod, ebbe, amiben most ültél, ezt tetszett neked? Tóth Norbert feleségével és 8 éves kislányával érkezett a telephelyre, főként a kislány kedvéért. Apát vagy a család többi tagját, mondjuk a kislányt érdekelték inkább a Magyar Közútnak a gépei, berendezései, hogy eljöttek erre a nyílt napra? A kislányt, meg úgy minket is, azért minket is, de inkább a kislány. El tudod mondani, hogy melyikbe ültél már be? Hát a markolóba, meg a fűkasza. Vannak itt még mások is, például van hótoló lapáttal felszerelt gép, meg sószórós, azt is kipróbálod? Persze. És jó bennülni ezekben a hatalmas masinákban? Jó. A bácsiktól, akik itt dolgoznak, hallottál valami érdekes tudnivalót, amit eddig nem tudtál ezekről? Hogy valamelyik egyszerre több munkát is tud, mert nyáron is, meg télen is. Sokat közlekednek járművel egyébként? Igen, sokat. Azért, hogyha ők dolgoznak az utakon, akkor az némi forgalomkorlátozással, megakadályozással jár. Szokta önt bosszantani, amikor lassítani kell, ki kell kerülni őket, vagy valami korlátozás van? Nem szokott, nem. Tudomásul vesszük, nem szokott. Természetesen a Magyar Közút dolgozói is elhozhatták családtagjaikat. Polgár Elemér mérnökség vezető például 2 unokájával érkezett. Hát a kisfiú, ő már teljesen itthon van a szakmába. Kislány egy kicsit most ismerkedik még. És tetszik nekik, amit látnak. Remélem. A nyílt napon a közutasok klasszikus gyermekjátékokkal is készültek, így gyöngyfűzés, arcfestés és kézműves játszóház is várta a kicsiket a Magyar Közút pápai mérnökségén. Új értékek felvételéről döntött és egyeztetett egy hamarosan megjelenő kiadványról a Helyi Értéktár Bizottság. A körülbelül 100 oldalasra tervezett kötetben a pápai értékek kapnak helyet leírással, gazdag fotóillusztrációval. A kiadvány szerkesztője Markovics Kálmán, aki bemutatta a bizottságnak az eddig feldolgozott értékeket, és egyeztettek néhány felmerülő kérdésben. A Helyi Értéktár Bizottság több szakmai kirándulást is tett már, hogy megismerjék más települési bizottságok munkáját. A tapasztalatcsere alkalmával több helyi értéket bemutató kiadvánnyal is találkoztak, ez adta a könyv ötletét. Legutóbb egy Veszprém megyei értéktár bizottsági ülésen osztogatták a Zánkai értéktár könyvét, ami ugyan a 700 éves Zánkának is a könyve, de egy ilyen szép vastag, jó minőségű papírral, színes nyomással, kemény táblával, fóliázva készült kiadvány, és gyönyörű oldalakon keresztül sorolják a Zánkai értékeket. És hát a sárga irítség fogott el bennünket, hogy miért nincs egy ilyen pápai könyv. És úgy gondoljuk, hogy ez pápán is fellendíteni az értéktári munkát, az embereknek tudatosítaná, hogy milyen értékeink vannak, és ezért szeretnénk egy ilyen könyvet készíteni. És kerestünk ez egy szerkesztő urat, odaadtuk neki az összes anyagot, meghatalmaztuk arra, hogy az idén karácsonyig készítse el a kéziratot, és a jövő évi támogatásból az önkormányzat reméljük hozzásegít bennünket a várost ahhoz, hogy legyen egy ilyen kiadványunk. A kiadvány szerkesztésére Markovics Kálmánt kérték fel. Az elképzelés per pillanat a többi értéktár köteteknek az összefoglalóján alapján készült el, A4-es méretben fog megjelenni a kötet színes oldalakkal, színes képekkel, a borítótervben például segítséget kapok ennek az elkészítésében. Egy értéknek 2-4 oldal, attól függően, hogy éppen miről van szó. Ezen belül teljesen változatos, ugyanúgy összességében durván 100 oldalnyira
gondoltunk, ami a kötetnek a terjedelme lenne. Ugye végén ellátva hivatkozási jegyzékkel, válogatott bibliográfiával, tehát egy ajánlóirodalommal, illetve a szokásos tartalomjegyzék impresszum oldal. Az értéktárak ismertetésének alapját a benyújtott javaslatok adják, ezeket a szerkesztő azért átdolgozza. Nem lehet egységesen azt mondani, hogy valaki írt egy tökéletes munkát, mondjuk két oldalban, ellátta hivatkozásokkal, mellékel tökéletes állapotú képeket, tehát a képeknek a többségét, túlnyomó többségét újra kellett fotózni. A szerkesztői szabadsággal élve mondjuk így a szövegrészekbe is bele kellett nyúlnom, hiszen van olyan érték, ami tényleg két oldalban tökéletesen összefoglalva kapott ajánlást, de valami 6-8 oldalas értékként jelent meg. Ez egyértelműen nem lehetséges a kötetben így bemutatni, amikor 2, maximum 4 oldalban szeretnénk egy-egy értéket felvázolni. A bizottság a kötet további szerkesztéséhez adott támpontokat Markovics Kálmánnak, majd döntöttek 4 érték felvételéről. Én úgy gondolom, hogy számunkra, vagy legalábbis számomra legfontosabb az az érték, amely Pápaváros legelső valóban megmaradt, korábbiakat megerősítő kiváltságlevelét ábrázolja. Ez Petrik Iván kollégánk adta be, levéltárigazgató adta be, ez harmadik Károly által kiadott a pápai kiváltságokat megerősítő oklevél, gyönyörű állapotban van, szép fizikailag is, gyönyörű pecsét van rajt, és hát a jelentősége az, hogy ez az első, amelyik eredetibe megmaradt a városról. Jókainak az egyik novellája, itt jelent meg az Istenítélet című novella először, ezt egy diák és Mátyus Alíz adta be, ez megint nagyon fontos, ugyanolyan, mint a Borozó pápáról, tehát, hogy Petőfire mondhatjuk, hogy csak 3-szor járt itt, csak 2 évet járt az iskolába, de az első verse itt jelent meg. Jókai is rajzolt, de lehet, hogy itt jött rá arra, hogy ő neki nem a festészet, a rajzolás, a képzőművészet az igazi terepe, hanem ő valahogy íráshoz, a szép irodalomhoz, a novellához, a regényhez köthető. Emellett a győri gyűjtemény is annak harmadik kollekciója. Ezt a Kékfestő Múzeum néprajzosa adta be. Győri Éva néni egy igazi múzeum pápán, ő maga. Igaz, hogy ez már a harmadik, és én igazából az elsőt tartom legjobbnak, amit a város megvásárolt, de ő valószínűleg ezt nem tudja abba hagyni. És a Megújulás Klub is bekerült az értéktárba. Rendkívül fontosnak gondolom azt a tevékenységet, amit ezek a hölgyek csinálnak, transzplantáltak, rákbetegek életbe való visszasegítését végzik, pszichikailag, fizikailag a mozgásterápián keresztül szerintem az egyik legfontosabb tevékenységet folytatják, tehát valódi pápai értékként működik. A bizottság továbbra is várja az ajánlásokat a pápai értéktárba. $18.250.000 újult meg a Nagyteveli Orvosi Rendelő. Az épület energetikai felújításon esett át. A korszerű fűtési rendszer, a napelemek, valamint a praktikusabb térelosztás egy használhatóbb, célszerűbb létesítményt eredményezett. Az orvosi rendelő és a védőnői szolgálat ezentúl a 21. század követelményeinek megfelelő körülmények között várja a nagyteveliéket. Az építkezés május elején kezdődött és augusztus 31-én ért véget. A házi orvosnak és a védőnői szolgálat munkatársainak néhány hetük volt arra, hogy az épületet a betegek és ügyfelek fogadására alkalmassá tegyék. A felújítás során kicserélték a tetőt, szigetelték a födémet, a határoló falakat, a lábzatot, telepítésre került egy 1,5 kW-os napelem, illetve egy nagyon korszerű fűtési rendszer lett kialakítva, illetve megújult a világítási rendszer is. Az orvosi rendelő ez alatt a közösségi házban a nyugdíjasok helyén működött. A Táncsics utcai épületet 1971-ben építették, az orvosi rendelőhöz a 90-es években épültek hozzá, azóta azonban nem történt a házon felújítás. Az energetikai korszerűsítés ráfért a rendelőre, fogalmazott a polgármester, aki elmondta azt is, az épület környékét is megújították, igaz, azt már saját forrásból. A lépcsőt újra csináltuk, újra térköveztettük itt a bejáratot, bár az térköves volt, csak meg volt süllyedve. Nagytevel község felújított orvosi rendelőjének átadásán dr. Kovács Zoltán is jelen volt. Az országgyűlési képviselő az egészségügyi ellátás lakosságot megtartó erejéről és a környezetvédelem fontosságáról szólt. Magyarországnak van egy energetikai cselekvési terve,
amely több cél tűzött maga elé, például, hogy az állami, vagy az önkormányzati, vagy az egyéb középületeknek az energetikai veszteségét csökkenteni kell, ezáltal a fosszilis energiákat vissza kell szorítani, és ebben tartoznak azok az épületek is, mint az orvosi rendelő, a közösségi terek, amelyek más néven művelődési háznak hívunk, vagy a polgármesteri hivatalok energiakorszerűsítése, hiszen fűtés-hűtésre költjük az energia mintegy 40%-át. Magyarországon erre uniós forrásokból mintegy olyan 350 milliárdot fordít az egész országba az Európai Uniós projektből, ami azt gondolom, hogy hosszú távon azért éri meg, mert csökken az energiaveszteség, tehát kiadási oldalon az önkormányzat spórol. Azt gondolom, hogy ez azért is fontos még, mert minden település próbálja a fiatalokat, meg a lakosságot megtartani. Az, hogyha jó a szolgáltatás egy településen, és Nagytevelen jó néhány járdát építettek az elmúlt esztendőkben, felújítottak épületet, többek között ezt is. Fasort telepítettek, ami ugye a jövőnek szól, tehát ha van a községnek egy megtartó ereje, és ezen belül tartom ilyen módon ide tartozónak az orvosi rendelőt, nem kell máshova úgynevezett egészségügyi szolgáltatót igénybe venni, akkor ez jó dolog. És hát ha a doktornő vagy a védőnő jól érzi magát, mert akinek kénytelen ide eljönni, és azt mondja, hogy ez egy korszerű, jó rendelő, akkor azt gondolom, hogy azt a célt, amit a képviselőtestület kitűzött magának, amit a megyei fejlesztési biztosként, a megyei közgyűlés, illetve a regionális operatív programok irányító hivatala eldöntött, azt gondolom, hogy az jó célt szolgál innentől kezdve itt Nagytevelen. A megújult épületet és berendezéseit a katolikus egyház képviselője Bede Imre atya áldotta meg. Az érdeklődő lakosok pedig megtekinthették a korszerű létesítményt. Nagytevel az elmúlt években szemmel láthatóan megszépült, a település több középületek közterülete megújult, és több ezer négyzetméter járda épült. Tavaly évben 1650 négyzetméter, idén 1850 négyzetméter járdát fogunk építeni. Szerintem jövő hónap végén végzünk is, és elmondhatjuk azt, hogy Nagyteven az összes régi járdát, új térköves járdát cseréltük. Ez azt jelenti, hogy közel 5000 négyzetméter járdát építettünk, mondjuk 3-4 év alatt. A polgármester tervei között szerepel még a tornacsarnok felújítása, energetikai korszerűsítése. A 90-es évek elején építették, és gyakorlatilag lehetetlen kifűteni. Az a gondunk vele, hogy amit kiírtak energetikai pályátokat, nem tudunk rajta indulni, mert olyan kikötések vannak, hogy milyen mennyiségű széndioxidot kell megtakarítani, és mivel mi fával fűtünk, ráadásul a saját fánkkal, így nem tudjuk igazolni azt, hogy mennyi széndioxidot takarítunk meg, nem tudjuk igazolni a fűtési számlákat, és emiatt nem tudunk indulni egy energetikai pályáton. Ezért fogom kérni majd a képviselő támogatását, hogy a BMS pályátban, amiben nincsenek ilyen kritériumok, ha lehet, de szóljon itt az érdekünkbe. De ha nem jelik, akkor is meg kell kísérelnünk lassanként önerőből felújítani. Huszonöt évvel ezelőtt alakult meg a Pápai Szent Anna plébánián a Kalász Egylet. A Katolikus Lányok és Asszonyok Helyi Szövetségének negyedszázados jubileuma alkalmából hálaadó szentmisét tartottak az Anna templomban. Az alkalmon a Kalász Egyletbe újonnan belépők esküdtettek, a korábbi tagok pedig megújították fogadalmukat, majd Salgó Ferenc kanonok plébános áldást kért a közösségre és további tevékenységére. 1993. szeptember 24-én alakult meg a Szent Anna plébánia Kalász közössége, a Katolikus Lányok Asszonyok Egylete. Ez egy nagyon régi mozgalom volt, már a 20-as években alakulgatott. Magyarországon 1936-ban jött létre. Működött a háború idejéig, akkor megszűnt a működése, és 1990-ben alakulhatott újjá. Pápán Salgó Ferenc kanonok úr kezdeményezésére és lelkes két tanárnő alakította meg a Kalászt, Masszi Ferencné Panni néni és dr. Takács Lászlóné, ők voltak az első vezetők. Panni néni 11 évig működtette a Kalászt, nagyon nagy rátermettséggel, nagyon nagy hozzáértéssel.
bár hozzáteszem előnyére szolgáljon, hogy ő már a kislánykorában megtapasztalta ezt az ő szülőfalujában, hogy hogyan működött a lányok-asszonyok csoportja. Most nagyon örülünk, hogy ezt a 25 évet megélhettük, és most közösen vendégekkel együtt ünnepelhetünk, és hálát adhatunk ezért a hosszú-hosszú jubileumért. Mi tulajdonképpen a feladatok, milyen tevékenységük van, hogyan tekintenek vissza az elmúlt 25 évre? Nagyon sokat tevékenykedtünk, tulajdonképpen mondhatom azt, hogy csendesen tesszük a dolgunkat. A feladata segíteni a lányokat, asszonyokat abban, hogy a női hivatásukat betöltsék a társadalomban, a családban, az egyházban, és ezért munkatervet készítünk évente. Havonta jövünk össze egy alkalommal, megtervezzük előre tulajdonképpen a női mi voltunkhoz kapcsolódó tevékenységet. Vannak ebben háziasszonyi tevékenységek, egyházi ünnepeket megünnepelünk, nemzeti ünnepeket megtartunk, és segítünk, ahol szükséges, illetve kérnek bennünket. Legfrissebb eseményünk, ami volt, két hete sikerült a Lurdi barlangot berendezni a Szent József templom udvarán. Milyen a csoportjuk, milyen életkorú hölgyekből, asszonyokból, lányokból áll? Vegyes az összetétel. Vannak fiataljaink, ennek nagyon örülünk. Hát a fiatalokat is úgy kell elképzelni, hogy középkorosztály, de itt vannak az alapító tagok közül is még többen. Nyugdíjas korosztály az öme, ezt lehet mondani, de ők talán már egy kicsit jobban ráérnek a közösségi tevékenységre. Az alapító tagok közül még a legidősebb tagunk 94 éves. Szerettünk volna őt is itt tudni, de sajnos az egészségi állapota miatt nem tudott részt venni. Nyitott a közösségük egyébként? Igen, nyitott. Előadásokat is szoktunk tartani az év folyamán, bárki jöhet, bárki meghallgathatja, nagyon szívesen fogadjuk a vendégeket, érdeklődőket. Salgó Ferenc kanonok plébános a hálaadó szentmisén megköszönte a kalász asszonyainak, lányainak áldozatos tevékenységét, melyet az elmúlt évek során tanúsítottak. Köszönöm mindazt a szolgálatot, amit a kalász az elmúlt év alatt végzett, akár tanítás-nevelés területén, de különösen is kiemelem a vendéglátó szolgálatokat, hiszen amikor különféle plébánia rendezvényünk van, vagy nem csak plébánia rendezvényünk, hanem országos szint is az együttoszalámunknak, vagy éppen a Mária Maraton szervezésében. Amikor a vendéglátáson kérdik, akkor mindig a kalászra lehetett számítani, és a kalász tagjai fölkötötték a kötét, és a vendéglátás szolgálatát elvégezték, vagy a évről évre a Szent Erzsébet est szolgálatánál ugyancsak a vendéglátás fölvállalatát mindig lehet számítani rájuk, és ezt köszönöm. Katolikus hitemhez, hogy katolikus hitemhez, és Anya Szent Egyházamhoz, és Anya Szent Egyházamhoz, életem végéig hű maradok. Életem végéig hű maradok. Az alkalmon a Kalász Egylet régi és új tagjai fogadalmat tettek,
majd Salgó Ferenc atya áldást kért a szövetségben tevékenykedőkre és további munkájukra. Egyszer volt, hol nem volt. Ezzel a címmel tartottak témahetet a Munkácsi Mihály német nemzetiségi nyelvoktató általános iskolában. Az intézményben már hagyomány, hogy egy tanévben több projekthetet is tartanak. A Népmese napjához kapcsolódó témahetet a negyedikesek számára szervezték meg a tanítók, Tutné Tibolt Nóra, Ferenciné György Deák Anna, Csizmadia Vanda és Szabó Imréné. Az egyik legértékesebb örökségünk a magyar népmese. A gyerekeknek nagyon sok mindent adhatnak a népmesék, ezért nagyon fontos, hogy minél többet foglalkozzanak velük az iskolában, mondta el a projekthetet szervező egyik tanítónéni. Szeptember 30-án ünnepeljük Benedek Elek születésnapját, ehhez kapcsolódik a Magyar Népmese napja. Ilyenkor megkülönböztetett érdeklődéssel fordulunk a mesék felé. A gyermekek egészséges személyiségfejlődése szempontjából is nagyon fontosak a mesék, ezért választottuk ezt a projektet. A meséből a gyerekek megtanulják, hogy legyenek bátrak, nézzenek szembe a problémákkal, hisz mindenre van megoldás. A mesékből nagyon fontos erkölcsi fogalmakat is megtanulhatunk, úgy mint a bátorság, becsületesség, jószívűség, illetve megtanulnak hinni a csodákban. Továbbá azt gondolom, hogy a mesék az olvasóvá nevelés legfontosabb eszközei. Milyen gyakran kerülnek elő a mesék az oktatásban az alsó tagozaton? Hát rendszeresen, tehát nem csak magyar órán, környezetórán, matematikórán is használjuk a meséket. Tartalmas és változatos programokat kínált a Népmese témahét a kisdiákok számára. A projekt záró napján részletesen beszámoltak a negyedikesek arról, hogy mi is történt a hét folyamán, s hogy mi is volt az üzenete a projektnek. Velünk birtokba ismerjük meg, fényesítsük újra, és adjuk tovább az elejétől kapott élethosszú érvényes, értékes unokáink számára és feltétlenül megőrzendő mesebeli kincseket. A népmese héten az ősi népi mesterségekkel is foglalkoztak a gyerekek, régi szerszámokat is hoztak az iskolába. Ezek bognár szerszámok voltak, több mint 100 évesek, és még ma is lehetne őket használni. A dédipapám bognár volt, és úgy tudom, hogy a környék 30 falujában tőle vettek szekereket. A Bakonyból nagyon sokan jöttek hozzá. És meséltél a gyerekeknek esetleg ezekről a szerszámokról? Mit mondtál el nekik? Igen, meséltem nekik azt, hogy mire voltak használatosak. A bokázó arra való, hogy a fa végét kihegyezzék, hogy hozzá tudják rakni a küllőhöz. A furdancs az a régi fúró volt, a vonókéssel pedig a fának vagy a gerendának a kérgét szedték le. Te nagyon értesz hozzá, honnan tudod ezeket a dolgokat? Anya mondta, hogy ezekre voltak használatosak. A papám is tanult bognárnak, de asztalos lett. A témahéten az egyik apukának köszönhetően szép egyenpólók készültek, és versenyek is vártak a gyerekekre. Volt 7 próba, és meseíró, mesemondó, valamint meseillusztráció készítő verseny. A legjobbak el is nyerték méltó jutalmukat. Ezt követően az egyik kislány elmesélte, hogy a 7 próbás mesevetélkedőn milyen akadályokat kellett leküzdeniük. Össze kellett gyűjteni meséket, meg olyan, hogy ki kellett válogatni a borsót, a kukorica meg a búza közül, meg olyan, hogy ki tud megjegyezni több mesecímet, meg hogy milyen mesecímeket tudunk. A témahét zárásakor egy magyar népmesét is meghallgathattak a gyerekek. Hogy férjhez menjenek, de amit megszólaltak, minden
A projekt záró végén a gyerekek megtekintették a témahétről szóló kiállítást, és elfogyasztották az anyukák által készített hamuban sült pogácsát. Októberben is lesz témahét a Munkácsi iskolában, akkor a lóval foglalkoznak majd a másodikosok, tudtuk meg a programon.